Igen? Most nézik, ahogy nyomkodok. Nézik, ahogy nyomkodok? Nézik, ahogy nyomkodok. Akkor bocsánat, visszatértünk. Nem történt az égvilágon semmi, csak a szokásos. Úgyhogy főzünk tovább. Sajnálom ezt a kis internet kimaradást. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit gyakrabban fordul ez elő, mint ahogy én szeretném, meg ahogy elvárnám ennyi pénzért, hogy teljesen őszinte legyek. Úgyhogy tényleg bocsánat. Feltételezem, hogy ez nem tett annyira jót a nézettségünknek, de emiatt aztán ti egy másodpercig se aggódjatok. Majd én aggódom. Aggódom mindenki helyett. De a kaja sem ment tönkre. Csak nem lesz olyan jó így, hogy hagytam állni úgy, hogy félig van megsütve. Viszont a chat nálam be van fagyva. Vagy egyáltalán nincs itt senki. Családi Dávid nézés van. Itt vagytok már. Jól van. Nagyon sajnálom, gyerekek. Ezzel nem nagyon tudok mit csinálni. Jó, akkor ezt most egy kicsit hirtelenebbre vesszük, mert... Kéne még egy csipesz. Vagy ezt intézem ezzel. Ilyen amatőr módon. És akkor a csipeszt meg fenntartom a csirkének. Jó, ez elég szexi. Én ezzel rendben vagyok. Nem volt fogrepülés. Figyeljetek, most legyen az, hogy akkor ebben a streamben ez volt a probléma. Tehát nem tönkrement a kaja, vagy dobtam el a hokot, hanem elment az internet. Én ezzel meg tudom kötni a békémet. Szia, Dé! Na, mindig kitaláljuk majd, hogy ezzel a hagymával hogyan s miként kell. Szerintem ez még nem elég listás. Szerintem erre még pöröghet liszt. Ugye ennek az lenne a célja, hogy felszívja a hagymában lévő nedvességet, és majd az olajban megpiruljon. Felaprítottam a netet! Egyáltalán nem kizárt. Na. Ez azért túlzás. Ezt keressük. Ezt keressük. Ezt kerestük. Sül a D&D kanad. Igen, tudom, D&D-nek kéne lenni erre. Az most elmaradt. De majd legközelebb. Szerencsére ez a Twitch dolog, ez olyan, hogy hát most nem jött össze, legközelebb össze fog jönni. Ameddig ezek a dolgok történnek, addig viszont én rakok itt egy kis rendet a dolgok között. Mert hogy el kell majd mosnunk a serpenyőt, mert a serpenyőben fogom megcsinálni magát az ételt is. Úgyhogy ti rátok már nincsen szükség. Rád sincs szükség, rád szükség van. Rád is szükség van a díszítéshez. Ezt a sonkát ezt azért vettem elő, hogy mennyire fasza lenne esetleg a csirkét beletekerni. És most, hogy ezt hangosan kimondtam, ez fog történni. Kell egy 4G-s router, abba beledugsz egy mobilkártyát. Ja!
Gondolkoztam azon, hogy berendelek még egy internetet, és akkor az egyikről átvált a másikra. Csak ez most egy olyan kiadás lenne, amire nincsen feltétlenül sajnos keret. Úgyhogy ezt elnapoljuk. Tortilla, és akkor a paradicsom van még hátra, amit szeretnék majd még beleszeretelni. Nem sokat. Ti megeszitek a paradicsomnak a csumáját? Ez nálunk nagy izé, hát nem vita téma, de ilyen vízválasztó, hogy én nem vagyok hajlandó, tehát hogy én kivágom minden alkalommal. Gyurcsi meg megeszi. Tessék? Csak a piciét eszed meg? Én a piciét sem eszem meg. Na! Fokon. Bőven jó. Ha picit megeszed, szem ízlések és pofonok ez. Én azt mondom. Pedig veszprémi vagyok, úgyhogy igazából hozzászokhattam volna. Depressziócska életem, üdv a kis családunkban. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Szuper jó arc vagy. Használd az ikonjainkat. Ikonok? Mi? Imótok. Na. Eggyel elszámoltam. Úgyhogy ez ide jön. Te már jó vagy. Úgyhogy te maradhatsz itt. Ezt mindjárt rámosom majd, mert ebben fogjuk megcsinálni, vagyis hogy először is letesztelni, hogy ez a hagyma dolog, ez hogyan működik. Mert én úgy elképzeltem azt, hogy ez azért elég szexi lehet, ha nem is belerakjuk, de mondjuk így a tetejére végig folyatni. Tehát, hogy így szépen szexin rárakni a tetejére. Valószínűleg nem lesz olyan szép, mint amilyen a fejemben. Bizony, én veszprémi vagyok alapvetően. Yeah! És nagyon-nagyon-nagyon szeretem Veszprémet. De Pesten élek jelenleg, és valószínűleg még elég sokáig Pesten is fogok élni. Pirosat. Az egyetlen város, aminél tudom, hogy kanásborról nevezték el a bevásárló központot. Bizony, a Balaton pláza. A Balaton pláza az nem szarra a buri, gyerekek. Nagyon durva. A Tep Veszpréd. Hú, boxi. Ha tudnék most timeoutolni, megtenném. Ez egy nagyon hülye játék, amit játszunk Jócsival, hogy nagyon szépen kitakarítja az egész konyhát, én pedig szétcseszem. De cserébe étel. Azaz, csak egy picit piruljál meg, hogy szexi legyél, és aztán békén hagylak. Nagyon rossz volt, borzalmas volt, Boxi, egy pillanatig se gondolkodjál azon, hogy esetleg ez a mi humorérzékünkkel van baj. Nem, a tiéddel van egyértelműen. Mi azt szeretnénk, hogy magával vigye a
ezt a kis periperit, és magával vigye a fokhagymát is. Ez az elvárás. De sajnos úgy látszik, hogy ennek ehhez segítségre van szüksége. De hát azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak. Jó! Leszünk jóban. Felcsapjuk 150-ig, és ennek elméletileg, hát, ez hagyma, értitek, tehát, hogy nagy valószínűséggel percekre lesz szükség ahhoz, hogy ez megpiruljon, de nem tudom. Igen, meg el kéne mosni, mi? Pirulják is, haver. Végül melyik ételre esett a választás? Ez egy quesadilla, ami egy félbehajtott tortilla, megtöltve mindenféle finomsággal, sajttal, hússal, tofuval, zöldségekkel, és ha minden jól mondja, akkor pirított hagymával, de ebben még nem vagyunk teljesen biztosak. És ezt fogjuk tálalni egy pici salátával. Ha eljutunk odáig. Jó, azt megsütöm, elmosom, abba megy a hagyma, és utána igazából el fogjuk kezdeni összerakni a kis ételünket. Erre! Ezt találtam, ezt vettük valahol. Hol vettük ezt? Ez Bonamis. Vannak benne helyek szószoknak, meg nagyon szépen tálalni. Úgyhogy mindjárt megtervezem, hogy ez hogyan nézzen majd ki, de alapvetően arra gondoltam, hogy ez lesz. Ez lesz az igazi, és most, amit hiányoltatok a múltkor, meg is fogjuk kóstolni. Az, hogy Gyulcsi meg fogja kóstolni, mert az övét fogom először megcsinálni, mert általában ő az éhesebb kettőnk közül. Én jól lakom a szagokkal. Szaranet? Szaranet? Ne-ne! Ne-ne! Sajti! Nagyon jó! Úgy hiányzik a sajtevés, gyerekek! Na, lereszeljük ezt is. Júlcsi sajtja. Igen, Júlcsi. Ha István trapzenét hallgat, akkor ő egy trapista. A Tomja megtennéd, hogy ezt egy... Hát egy 60 szekes TO-val létszik. Szerintem. 60 szeket ez csak ér. Quesadillát csinálunk, jó barát. Kezdődik. De én rajongva szeretlek téged. De azt a faszt, amiben most beleültél, saját magadnak hegyezted. Sajnom, sajti. Nekem is van sajtom, ne aggódjatok. Drága és nem olyan jó. Ez a két ismertetőjegye van.
Téged meg ide fogunk végig gyűjteni. A két kedvenc tulajdonság. Ó, fiú. Ismerem a vízét. Akkor a legkönnyebb elmosni egy serpenyőt, ha meg tűzforró. Közben próbálva már nézni a csatát. Tudjátok, mi hiányzik nagyon nekem ebből az egész streamelés dologból? A zene! Nagyon-nagyon hiányzik a zene, de mivel hogy ezeket át fogom tölteni YouTube-ra, ott nem fogok tudni minden, tehát hogy ott meg lekúrja az egész csatornát, hogyha azt berakom itt a zenémet. Valami nem barát a sajtból. Igen, a tejfehérje, sajnos. A zene énekelnél valamit, az nagyon sokat segítene. Lényegesen többet, mintha Júlcsi énekelne valamit. Nagyon-nagyon szeretlek, Boba, de ezt te is nagyon jól tudod, ugye? Nem tudom, hogy onnan látszik Eli, ahogy alszik. Nem biztos, látszik. Nem tudom. Így. Így alszik az élőlény. A lábai. Ezt csinálja. Mit akartam? Ó, hagyma. Valaki azt mondta itt az előbb, hogy kevés olaj van. Én úgy emlékszem, hogy anyám 3 liter olajban csinálta ezt. Neked hiszek most, és aztán utána anyámnak. Egy kevés olajka. Kevés olajka. Alacsony láng, hirtelen. Jó, hogy csak az egészséged miatt. Hát, az enyémet leszalom te. Adjuk meg neki. Mert minél több olaj, annál több fog majd beleférni. 1 kiló sártés zsírban kell. Captain Tachi. Nagyon furcsa nick ez. Németh Szilárdnak. Visítanék baznak, ha Németh Szilárd nézné a streameket. Az baj, ahhoz tudnia kéne, hogy mi az az internet. Megöntöttem csúnyán. Kevés olaj van, hirtelen. Ez most sok olaj lett, de a hirtelenséggel nem lesz gond. Viszont le kellene csöpögtetni valahol, és nincs itthon konyha törlő, kendő. Úgyhogy... Megvan. Na ezt hogy a faszomba oldom meg? Az egész asztal megmozdult. A bű. Jó. Megvan ez oldva. Kell hozzá. Szerintem jó lesz. Törlő a gyengéknek való. Nem, arra kell, mert hogy ugye ezen végtelen mennyiségű olaj lesz, és le kell csöpögtetni. Úgyhogy most hoztam egy szűrőt és egy kis edénykét. Nem tudom, hogy ez mennyire fogja megoldani a problémánkat, de lássuk meg. Hú, baba, ez elég kurva jó lesz.
szaga nagyon jó. Ez a tesztfázis. Ez a teszt. Ha megjött a kedvem főzni, de rájöttem, hogy a hűtő rohadtul érszül, inkább rendelek egy pizzát és kész. Az se rossz. Az se rossz, sőt. Nincs is jobb, mint a grillezett zöldség, imádom. Vettünk egy grillt, nem is. Júlcsi szüleitől kaptunk egy grillt, amikor beköltöztünk ebbe a lakásba. Ez az első ilyen sort of kertes lakás, amiben lakunk. Járfokhagyma! Gondolom egy grillt, de hogy úgy néz ki a kert, mintha találtunk volna egy indián temetőt, és pánikszerűen elkezdtük volna betemetni. Úgyhogy még nem sikerült felavatni. Ez. Az anyát picsáját! Oké! Okay. Rendben vagyunk. Pöröket élesben. Aha. Aha. Kiderül. Dobd bele mind! Vadállat! Nem dobjuk bele mind, mert abból csak baj lesz. Na! Azt hiszem, hogy ezzel igazából most már előkészülhetünk az úgynevezett tálalásra. Meg nem árt összerakni a kaját sem. Ezt berakom ide, itt csinálok egy kis helyet, erre most nincsen szükség. Fú, ez fasza! Fú, de jó, hogy ez eszünkbe jutott, gyerekek. Ez nagyon jó. Ez fel fogja dobni. Egy kicsit a tálalást is fel fogja dobni, meg fel fogja dobni magát a kaját is. Avokádó nem lesz benne. Nem vettem avokádót, ez az egyetlen oka. De az a jó a quesadillában, hogy azt raksz bele igazából, amit akarsz, mindenképp jó lesz. Ó, baj! Baj. Na, amit keresünk, az az, hogy egy icipicit be fogjuk vajazni a külsejét az egyik oldalát és a másik oldalát is, de egyelőre csak az egyiket kell. Ezért, erre azért van szükség, mert ezt most nem egy contact grillben fogjuk megcsinálni, hanem serpenyőben, és a serpenyő pedig, hogyha nincsen valamilyen zsíradék benne, akkor így pontokban megégeti, meg nem keményedik meg olyan szépen, így viszont fasza lesz. Szia, Dave! Szia, Brez! Csörcsörká! Elkezdett bufferelni, az ütő is megállt. Ajaj, pedig gyerekek, a célegyenesben vagyunk, tehát hogy innen már csak nyilván vannak hibafaktorok, tehát hogy kiejthetem a kezemből, meg odaégethetem, meg egy millió és egy helyen el lehet ezt még baszni, de én nagyon rajta vagyok, hogy ez ne történjen meg, hanem végre csináljunk valami finomat. Nagyon szépen köszönöm, Tomi, hogy nagyon figyelsz még mindig, így 3 év után is arra, hogy senki nem tudja leírni a nevemet, de te nem adod fel. Te nem adod fel. Ez a leghülyebb ötlet volt az egész világon, Dávin.
Nem fogok hazudni, gyerekek. Ez egy elég kurva jó ötlet volt. És elég jól néz ki. Jó? Egy picit leütöttük az olajat, úgyhogy hagyjuk visszamelegedni, és aztán kisütjük a maradékot. Ráönt csak egy kicsit. Nem szarom, jó lesz ez. A tésztaszedő kurvára nem erre való. Ezzel egyáltalán nem tudok vitatkozni. De az a probléma, hogy nincs itthon törlőkendőnk, amivel fel tudom szívni belőle. Nem gáz. Na! Második adag. Hűha! Tudom, hogy ez keveseteknek meglepetés, de a liszt az felszívja az olajat. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit jobban le kellett volna ezt rázni, mielőtt ennek neki menjek. Kísérlet. Ebből tanul a gyerek. Te még kell lesz. Te most nem kell lesz. Most már nem fogunk vágni semmit. Cleanest you go! Tiszta felületen a legkönnyebb dolgozni. De majd később fogsz kelleni. Lehet, hogy nem erre akarok tálalni. Van egy nagyon szép deszkánk, és azon szerintem ez sokkal jobban néz neki. Ha? Van ilyen kis nyele, nekem ez jobban tetszik, úgyhogy ezt fogjuk majd használni. Inkább a zsíros zsír a legjobb. Ja, erről lehetséges, hogy nem ártott volna lenni. Azért használunk pesztót, mert ennek egy aránylag semleges íze van, ami így eltűnik a többi íz között. De ad neki egy alapot, de hogy nem ilyen nagyon arcba támadó, úgyhogy a piripirinek ki fog jönni az íze. És ez az, amit szeretnénk. Úgyhogy, meg időhiányában voltam, úgyhogy igazából csak vettem egy pesztót, hogy történjen valami. Látszik minden egyébként? Egy krikettütő, igen. Nem krikett, hogy hívják azt, ami a magyar krikett? Méta. Méta. Azt hogy húztam elő a seggemből, azt senki nem tudja. Nem tudod, mi a méta? A szabályaival már én sem vagyok tisztában. Na! Kétkezes vagyok, de ennyire nem. A csirkéink. Szexi formák. Ne essél le, légy szíves! Ti meg ne drukkoljatok ennek már, annyira undorító! Illetve a tofuk! De most nem kell lesz! Amire még szükségünk van! Az ez. Mert hogy megfogjuk a tofut. Zseniális illat van. Jó illat van? Nagyon örülök.
és egy kicsi periferiben meg fogjuk így is fürdetni. Nem akarjuk az összeset, de valamennyi legyen rajta, mert most belesült az íze valamennyire, de nem bánjuk, hogyha van még rajta. Szoftver frissítés, nincsen szükségre. Na, ezt keressük! Azzal fogunk kezdeni, hogy a második adag véleményes gyerekek, rá kellett volna még tolni egy kis olajat, mert ez most nem néz ki olyan jól, hogy egy kicsi pesztót fogunk rakni az aljára. Csak éppen, hogy egy picit, hogy semmiképp ne legyen nagyon fújtós, mert ez alapvetően száraz, és hozzá lehet mindenféle szószt tenni, amiben én ugye szerelmes vagyok. Minden, ami szósz. Ja, megpróbálom úgy rakni, ahogy majd a szeleteket fogom vágni belőle, és akkor igazából mindegyikben lesz egy, és egyik sem fog itt félig meddig kihullani. Na, amit keresünk még, az, hogy megszórjuk egy pici hagymával. Megszórjuk egy kicsi paradicsommal. Aztán tetejére rárakjuk. Látszik minden, gyerekek? Szóljatok, ha nem. Jó, így állunk most. És aztán jöhet a sajt. Nem kell sok. Látszik, látszik, tisztán látszik. Én azt mondom, hogy ez nem tűnik nagyon jónak. Meg lehet menteni, de jó lesz az. Én azt mondom, hogy a hagymát azt nem fogjuk belerakni, hanem azt majd a külsejére rakjuk ilyen díszítésként. És ezzel most nincs más dolgunk, mint félbehajtani, egy kicsit eligazgatni benne a dolgokat. Nem fog kifolyni. Ettől nem kell félni. Nem akarjuk nagyon magas lángon. Nem jöhet minden össze. És kisütjük. Vagyis, hogy hát így azt szeretnénk, hogy egy kicsit keményebb legyen a tortilla, meg legyen egy kis tartása az egésznek. Ezt pedig azzal fogjuk elérni, hogy kicsit megsütjük. Viszont, ha nektek van otthon kontagrilletek, nekünk is van, csak ott van bent hátul, és már nem fértem volna el tőle, akkor kontagrillben nagyon egyszerű. Berakod, ráhajtod, 3 perc. Megvajazni a másik felét. A másik felét akkor fogom megvajazni, amikor már beraktam, és pont forgatás előtt. De nagyon szépen köszönöm, Tomi. Hagymát hagyd kint, és akkor lehet marokkal arcba tömni. Minden oké. Okay. Ja, ezt hagytam itt fent, mert nem néz ki jól. Úgyhogy ezt nem akarom használni. Eli gazgatni. Oké. Okay. És ezt csak belerakjuk a serpenyőbe. Még egy kicsi lángot. Jó. És aztán megvajazzuk egy kicsit a másik tetejét is. A hagyma illetve? Aha. Hát nem mindegyik, csak az. Mert fel kellett volna önteni még egy kis olajjal, mert én... Fú, viszont nagyon finom. De Boba, ezt te is tudod, hogy megérdemled, nem? Milyen? Hát nem, miért zabálsz bele? Nincs kész. Na, a tálalással kapcsolatban viszont nem terveztem még. Úgyhogy ideje.
honnan induljunk? Bentről kifele, vagy kintről befele? Innen fogunk indulni. Ez már majdnem egy szívecske. Semmiképp ne égjél le. Ügyes vagy. Hova raktam? Á, itt van a rukkola. Ha a kezedben mosod meg a rukkolát, és így egyik kezedből a másikba rakod, akkor amikor kijön, akkor egy ilyen szép gombóc lesz belőle, amit, amivel aztán nagyon szépen lehet tálalni. Így. Ni. Erről csak ilyen nagyon lájtosan. Kiegészítjük a szívecskét, meg nem mutatom a végén. És a végébe bele tudunk rakni. Ne essél szét, fiú! Ne essél szét! Jó van, én ezt megvettem. Eli, igen, direkt nem tányérra megy. Ez megpirult. Mit akartam? Túl nagy lett a díszítés. Nem tetszik. Boldog. Baba, elégedetlen vagyok a megpirulásával. Hát nem égett oda, de egy kicsit pirosabb, mint szerettem volna. Nincs is jobb a szén ízénél. Az csak a vaj, gyerekek. Na, de a tortillát hogyan tálaljuk? Elégedett. Jaj, milyen fiúk vagytok ti, meg milyen lányok vagytok ti. Eli! Tűnés! Tűnés! Hol a helyed? Helyed! Túl forró a serpenyő. Jó, mostantól vagyok elégedetlen, úgyhogy ezt megcsináljuk. Megcsináljuk újra. Mert hogy ennek ennyire forrónak nem kéne lennie. Rerouting. Ne aggódjatok, mert szerencsére úgy készültünk, hogy mindenből van még. Meg ezt az egészet ugye át lehetne költöztetni. Át lehet költöztetni? Hogy a viharban ne lehetne át költöztetni? Gyere csak! Vagy nem lehet ezt át költöztetni? Csak én gondolom. De. Hogy a viharban lehetne átköltöztetni? Na. Ezt majd kivágom. Oh, wait. Akkor ezt nem vágom ki. De ti majd látjátok.
Nyilván a sajtot azt újra belerakom, mert el fog válni a feleségem. Úgyhogy ez a része, ez nem kérdés. Egy kicsit megigazgatjuk, mert nem feltétlenül úgy volt. Instant Viktor moment. Gyerekek! Ez nem egy egzakt dolog. Ez egy hazugság volt. Teljesen igazatok van, ez egy teljesen egzakt dolog, amit elbasztam. Azért nem teszem be a sütőbe egy 5 percre, mert nem lesz olyan szép a sütőben, mint amilyen serpenyőben lenne. És messze nem lesz olyan szép, mint amilyen szép mondjuk egy kontaktgrillben lenne. De hát ezzel igazából nem nagyon tudok mit csinálni most. De long story short, ezért nem teszem be a sütőbe. Ez az, amit kerestünk. Csak lényegesen gyorsabban érünk oda, mint gondolnám. Jó, igen, de mondjátok meg, hogy ha ebben nem kúrtam volna el valamit, akkor ez lett volna az első stream, amiben nem kúrok el valamit. És szerintem az így sokkal viccesebb ez az egész, mint hogyha mindig minden tökéletes lenne. Nem? De. Úgyhogy... Erre nincsen szükség. Ezt kerestük. Ezt a szint. Felvágjuk 4-be. Proportionok nincsenek rendben, de... Jó, hát nem a legszebb dolog a Földön! Megint elvesztettem. Hát. Nem a legszebb dolog a Földön. De nincs odaégetve, ha ez számít. Szalsza! Igen, ezt egyébként szalszával szokták, vagy aiolival, ami egy ilyen fokhagymás olaj, ami elég. Egy kis csoki szósz mindenre kell. Úgyhogy így nézünk ki. Hogyha kilibrételni szeretném, akkor Dave konkrétan felgyújtotta a tortillát. Nyilván ez lesz. Viki macskájával. Szervusz, Dani! Megpróbálom közelebb vinni anélkül, hogy leejteném. Így nézünk ki. Tadám! Megkóstolod? Nem. Gyere, kóstold meg. Fodájó vagy! Az enyák kicsáját! Magam csináltam a hagymát! Nagyon szép! Köszönöm! Ehetem is? Eheted is!
Meg fogom égetni a szállat? Meg fogod égetni egy kicsit a szállat. Jó. Megfújjam neked? A feleségem úgyis részrehajló, de majd látjátok az arcát. Izgulok. Finom? Helyes! Ezért mentem hozzá nagy részt. Ez egy jó dolog. Nem? Hát nem tudom, mondhatnál valami kedveset még az intellektualitásomnal. Mindig mondok kedveset. Jó, akkor mindegy. Fú, ez a hagyma nagyon jó lett. Nagyon finom. Az elsőt elégettem. Mint egy állat. Én csinálom magamnak, mint nagyon ilyes olyan. És én ezt addig meg a nyelv, hogy megváljanak. Egyed meg, én ki fog külni. Ezen nevetett Jócsi. Érte, van itt némi kukleráj. Azt látják? Nem. Nem utasson. Mennyi, toljad be a tortillát. Köszönöm. Nagyon finom. Szeretlek. Oké. Okay. Kapsz egy villát a salihoz. Változott a haja, igen. Változott a haja, ráadásul nagyon előnyére. Nekem a Júcs mindig nagyon jó érzékkel választ egyébként frizurát, és mindig ilyen nagyon különleges dolgokat csinál, ilyen bátor, effektív bátor dolgokat, és én úgy vagyok vele, hogy én nem merek nagyon kockáztatni. Semmi ilyesmivel, tehát nem merem befestetni, vagy ilyesmi. És ez a fufru, ez egy ilyen nagy vállalásnak tűnt, de még soha nem volt Júcsinak olyan haja, ami ennél jobban tetszett. Lehet az, hogy megint elment? Sebb a D-faja időszakból! A D-faja időszak. Az egy fájdalmas dolog volt. Na, azt fogjuk csinálni, hogy a csirkét azt ugyanúgy megfürdetjük egy kis piriben. És így fogjuk berakni. Jaj, Peggy, nagyon cuki vagy, nagyon örülök, hogy szereted így a hajamat. Én is nagyon szeretem. Nagyon elégedett vagyok így a hajammal. Jó. Én kérek szépen egy kis új hagymát is, meg egy kis normál hagymát is, meg kérek szépen cukkinit is. Ah, hát ez nem itt maradt. Viszont nekem növényi sajtot kell beleraknom. Az nem olyan szexi. Viszont nem leszek tőle kibaszott rosszul, ami egy hatalmas előnye. És gyerekek, ha választhattok, hogy rosszul legyetek, vagy jól, akkor én a helyetekben mindig azt választanám, hogy legyetek jól. Illetve még, ami egy fontos különbség az az, hogy én nagyon szeretem, hogyha tehát, hogy én nem bánom, inkább azt mondanám, hogyha a rukkola az olyan meleg, mint maga a kaja. Nem a laktóz a baj, sajnos, gyerekek. Nem a laktóz a baj. Ha laktóz lenne a baj, azt relatíve könnyen el lehetne intézni. Mert arra vannak tabletták. Hanem a tejfehérje. Emlékszel, hogy nézett ki ez a konyha, amikor elkezdtem benne dolgokat csinálni? És látod, hogy néz ki most ez a konyha? I'm so sorry! Valaki egyébként korábban írta, hogy nálunk is úgy van el, hogy aki főz, az nem mosogat. Na, nálunk úgy van, hogy én nem mosogatok.
De ez tök mindegy, hogy kifőzött, én nem mosogatok. Nem szeretem mosogatni. Előtt tűnés minden. Mmm. Mhm. Valaki lehet a pulóverem. Valaki? Na megint egy új pulóver egyébként. Amúgy visszajön és azt mondja, hogy turkáltam. Fú, baszkét, nagyon jó. Kicsit kiszáradt, de mondjuk erre számítottam. Mondja, kinyhatsz valamit ennyi ideig, akkor ki fog száradni. Én kicsit túl is ütöttem, de ezt tudom, látjátok. Hogy jó az, hogy mindent megbocsát. Na, ez nem így van. Eleinte én sem szerettem a rukkolát, de aztán így valahogy beleszoktam, és most már nagyon szeretem. Jobban, mint a salátát egyébként. Fű, bazen, micsoda káosz gyártottam ide megint. Mmm. Azt mondjátok meg nekem, hogy mit főzzünk legközelebb. De ez most sort of készen van. Elfelejtettem a sonkába belegöngyölni! Fasz, idióta pénisz vagy, Dávid. Ne! Ne! Please, don't! Minden rendben. Nyitott vagyok az ötletekre. A nem tudod, Dave, a párnacsot a Facebook oldalon, hogy megy a szöveg kirakás, mennyi idő, mire kirakja, vagy az admin. Hát ez változó. Most van egy új adminjuk, egy nagyon cukirány, úgyhogy nem tudom, szerintem ha nem pénisnövelőt hirdettél, akkor biztos, hogy ki fog majd kerülni. De szerintem írjál nekik nyugodtan. Ezek kedves, kommunikatív lányok. Mármint a nagy részük. Krémlevest. Én nem tudok fokhagyma krémlevest csinálni. Júlcsi viszont tud. Lehetne esetleg egy olyat csinálni egyszer, hogy beszáll Júlcsi is. Mert hogy ő levesben nagyon király. Menjél vissza, fiú. Menjél vissza. Ez a baj, hogy ebben nem olvad meg olyan szépen a sajt. És hogy nem olvadnak olyan szépen a sajt, ezért nem tartja olyan szépen egyben az egészet. Hes, picsába, éles kutyám! Nézd csak, apa mit főzött neked korábban?
Ó, megmutatom az egyetlen trükköt, amit tud a kutyám. Ül. Jó étfejjel. Ez az egyetlen trükk, amit tud. És lehet, hogy ezt pont nem is láttátok. Júlcsi főzve a kutya fáját neki, gyerekek. Miért nem tálalok magamnak szépen, ha Júlcsinak szépen tálalok? Anyát is állján. Nem szép, de nagyon finom. Nem csípős ez neked? Nem csípős ez neked? Hát ez nagyon jó. Hát Júlcsi fontosabb. Hát ez így van. Ez így van. Júlcsi mindennél fontosabb. Family friendly. Tudtátok, hogy mire vállalkoztok, amikor bejöttetek ide. Family friendly az sajnos, hogy is mondjam, nem a legerősebb ruházatom. Pacapörkön! Lazányét! Gyakorolhat. Az a baj, hogy nem tudom egyébként, hogy növényi tejből besamált lehet-e. De pont a végére értél. Brassói! Hú, de imádom a brassóit. És a brassóira van egy tök jó ötletem, hogy hogyan lehetne a sima brassóit egy kicsit feldobni. Meg a brassóit szerintem te is élveznéd ezzel a tofuval, nem? Ez kurva jó. Ja, ez kurva jó. Brassó, imádom a brassóit. Szia Krisz! Brassói a Dafci. Igen, a brassóira én azt gondoltam, hogy tök jó lenne megcsinálni úgy, hogy a kockára vágott kis izék, a kockára vágott kis krumplik, azt előtte ki lehetne a... Tehát, hogy megfőzni... Nem, várjál. Mit akartam? Igen, kisütni, de... Úgyhogy csak adunk neki egy kérget, és aztán azt bemarinálni ilyen kakukkfüves fokhagymás cuccal. Az elég kurva. Az elég durván hangzik. Ja, a brassóit adom. Egy nagy Magyarország alakú rántott hús. De hát azt utána nem szabad megenni, különben jön a második Trianon. Nem vagyok szakács, csak szeretek főzni. Gondolod, hogy a kakukkfű elnyomnám? Szerintem a kakukkfű az nem annyira agresszív. Nem annyira agresszív, mint mondjuk a koriander. A koriander az a gasztronómia nácia. Legeslegalja fűszer. Gyűlölöm. Mert tanít főzni minket? Hát igazából ilyen... Nézzétek csak, ezt ne így. Tehát, hogy el tudom mondani, hogy mit hogyan kell csinálni, de megmutatni... Meg a koriander ez egy ilyen agresszív cucc, tehát, hogy ezt berakod valamibe, és akkor annak onnantól kezdve koriander íze lesz, kurvára mindegy, hogy mi más van még benne. Udon! Az udon nagyon szeretem, és azt tökéletlenül megtanulni. Mert a nudlit, az udon, az a vastag, ilyen vastag nudlit, azt csináltam már. Tehát azzal csináltam már kaját, de hogy udon noodle-t, ilyet nem, levest. Pedig abba is kéne koriander. De azt már kihagyjuk. Fóleves. Na jó, azt kóstoljam meg. Gyere ide apához. Széthullott. Igazából mondhatok bármit. Ha szar lenne, akkor is mondhatnám, hogy jó, sőt, tudjátok meg. De most finom lett. Ez a titok. Piri-piri. Peri-peri. Igazából. Hiszen Budapesten kulinárisban lehet venni. Mi most voltunk, nem messze egy régi lakásunktól nyílt egy ilyen kis kávézó, és ott volt meetingem ma.
És körbenéztem a helyen, ittam egy nagyon-nagyon jó kávét. Fú, mi volt a neve? Essence. Delikát. Ez valami ilyesmi, mindegy. És ki volt rakva egy csomó szósz, meg ilyen mindenféle ilyen különlegesebb, volt csomó pia is, nem iszom, meg ilyen különböző tészták, tésztaszószok, és ott találtam a periperit, és én nagyon-nagyon szeretem, és mindig csak akkor tudunk venni, amikor kimegyünk, hazamegyünk Júcsiékhoz Győrbe, és ott van egy bolt, egy ilyen angol bolt, ahol mindenféle ilyen angol különlegességek vannak, azt hiszem, hogy itthon különlegességek, ott meg leveszed a polcra, és ott hát egy 10-15 rongyot mindig elköltök szószra, nem baba? Tessék? Semmi. Semmi? Gyűlöljél. British store, így van. Nem, Daniel, egyáltalán nem iszom. Néha egy-egy sör lecuppan, de nem iszom. Győr angol gyarmad. A Heinznek van ilyen ananászos pikáns szósza. Én mindent megkóstolok. Nagyon-nagyon szeretem a szószokat. Főleg az ilyen különlegesebb fajtákat. Úgyhogy egy esélyt mindennek adok. Különösen akkor csíp. A Miki, köszi szépen a tippet, azt mondja, hogy a Fővám tér mellett van egy 4 égtáj ízei nevű bolt. Már lehet próbálni. A teát szeretem. Meg néha egyébként iszunk sört, amikor forgatunk, amikor valami olyan játék van, hogy így el lehet lazulni mellette, és mondjuk nem kell lézerfókusszal odafigyelni. De nem vagyok egy nagy ivó. Szép munka, egy odaégetés. Én ezt nem számolom elbaszásnak. Ja, mondjuk úgy, hogy lépünk egyre fel... Ja, de megszakadt a stream. Ja. Jó. Majd legközelebb. Legközelebb összehozzuk még jobban. Figyeljetek, babák! Nekem most vár egy kis pakolás. Úgyhogy én most elbúcsúznék. Viszont két dolog. Az egyik, hogy lehet, hogy még este találkozunk, mert Danival beszéltük, hogy Apex-ezünk, és hogyha életben van, akkor szerintem még ma este fogunk játszani egy kicsit. A másik pedig, hogy holnap reggel egészen biztosan találkozunk a Pod of the Morningban, ami most egy kicsit korábban fog kezdődni, mert Julcsival az ő csatornájára, a Hey Juli csatornára forgatunk egy videót, és ahhoz egy kicsit több idő kell majd, hogy fel tudjuk venni, mert utána megyek pszichológushoz, úgyhogy egy káosz lesz a holnapi nap. Úgyhogy holnap reggel 9:30-9-kor fogunk találkozni. Glorious cooking lesz! Akkor nem, akkor csak glorious beszélgetés lesz. Úgyhogy várlak titeket szeretettel, és most, hogyha tudtok még egy picit maradni, akkor elmegyünk és megnézzük, hogy kit tudunk berédelni, mert nyilvánvalóan nem tudom, hogy hányan vagyunk most itt, de lehetséges, hogy 50-en vagy 100-an, és a mi szerencséket osszuk meg valaki mással is, hát ha találunk egy olyan streamert, aki nektek is szimpatikus lesz, és ez után lesz hova menni. És aztán majd egyszer csak visszatalálhattok, mert ha streamelünk ma még, akkor várlak titeket szeretettel újra. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a végtelen támogatást, ha lemaradtam volna csíről vagy szábról, azért elnézést kérek, de a legközelebbi streamben mindenképpen meg fogom köszönni. A másik, hogy ha esetleg lemaradtatok volna az egészről, és szeretnétek végignézni, főleg a nagyon kellemetlen részeit a dolognak, akkor a VOD csatornánkat mindjárt Tomi belinkeli nektek a csetbe, és ott vissza fogjátok tudni nézni, hétvégére fel fog kerülni ez a videó is, és akkor elejétől a végéig, uninterruptedly végig tudjátok majd nézni, meg egyébként az összes többi streamet is.
Imádlak, szeretlek titeket, nagyon jó volt veletek főzni, köszi szépen, hogy itt voltatok. Hamarosan újra találkozunk. De addig is... Sziasztok! The day you can try to